A 68. percben aztán Kis Máté olyan gólt lőtt, mint az U20-as világbajnokságon, ahol az ő találatát választották az egész torna legszebbjének. Ezúttal 30 méterről lőtt bombagolt a középpályás. Ezzel a nem mindennapi találattal sikerült egyenlíteni. Érdemes megnézni a lassítást is. A kapus nyújtózkodik, de esélytelen, hogy hárítsa a lövést.